Üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy igazán kompakt kis telefont fogok bemutatni számotokra, ami a Cubot Pocket. Egy a nevéből adódóan meglehetősen apró telefon. Persze a mostani okostelefonokhoz képest. A nyomógombos telefon korszakban kb. Ekkorák voltak a készülékek, na meg hasonlóan vastagok. A doboza igazán minimalista, és szokásosan a hátulján találunk meg minden lényegesebb információt a telefonról. Kinyitva megtaláljuk a telefont, ami már bele van helyezve egy átlátszó tokba, ami vele együtt érkezik, alatta találunk még egy kisebb köszönőkártyát is a vásárlásért. Ez alatt lehetjük meg még a kis fekete dobozban a leírásokat és a garanciapapírokat, továbbontogatva pedig megleljük a hozzájáró Hofer Type-C kábelt és az adaptert is. A telefon kijelzője 4 incses csupán, ehhez képest eléggé korrekt felbontást kapott, 540x1080 pixeles. Ami a specifikációkat illeti, a Procia egy Unisoc T310, van még benne 4 GB RAM, 64 GB beépített tárhely, amit ugye bővíthetünk SD kártyával, vagy amennyiben ezt nem tervezünk növelni, 2 darab SIM kártyát is képes egyszerre fogadni. Az akkuja egy 3000 mAh példány, ami magyarázza, hogy miért ilyen kis duci a telefon a maga 12,5 mm vastagságával és a 128 g-os súlyával. Amúgy ami feltűnt és vicces, hogy a magyar nyelvre történő fordítás miatt a RAM-ot itt kosra fordították, szóval 4 gigányi koserő hajtja a telefont. Not bad! A telefon több színben is elérhető, van belőle zöld, piros, fekete, a hátlapi kamerája 16 megapixel, az előlapi pedig 5 megapixel. Ezek a számok azért ne csapjanak be senkit, nem csak ez számít, ha egy kép vagy videó minőségéről van szó. Alapvetően a kamerájának a lassú zársebessége a legnagyobb problémája, aminek köszönhetően csak akkor tudunk rendes képet csinálni, ha nincs rajta mozgás. Viszont akkor korrekt képeket készít kedvező fényviszonyban. Az előbb említettek miatt viszont a videók, amik lényege pont a mozgás lenne, közel sem tudnak olyan részletesek maradni. Amennyiben leveszük róla a tokot, jobban megfigyelhetjük a kinézetét. A kijelző felett találjuk meg jobb oldalt az előlapi kamerát, tőle balra pedig a szenzort, ami ugye automatikusan állítja a kijelző fényereit környezettől függően. A bal oldalán találjuk meg a hangerőszabályzó gombokat és a SIM és SD kártya foglalatot. Jobb oldalán csupán a kikapcsoló gomb van, és az alján sem találunk egyéb érdekességet, csupán a Type-C csatlakozót. A hátulja dizájnra szép, viszont én eléggé csúszósnak érzem fogásra, tokkal fogom inkább használni. Amúgy kb. Az egész műanyagból van. A telefon Android 11 szoftvere okés, nincsen akadozás, ha ide-oda ugrálok a menük között, és telesen pakolták mindenféle bloatware szemét alkalmazással, ami manapság nagy piros pont, ha kínai gyártóról beszélünk. Méretéből adódóan viszont a használata számomra eléggé kényelmetlen, pedig nincs nagy kezem. Rengetegszer ütöttem mellé, ha írni akartam rajta, és sokszor a törlés sem sikerült eltalálni vele. Ha kisebb kezed van, vagy gyereknek adnád, úgy talán okés ez a méret, de nem hiszem, hogy egy ilyen apró kijelző hosszú távon jót tenne a szemnek bármennyire, és legyen tiszta és éles képe, meglehetősen korrekt fényerővel. Éppen emiatt játékra sem valami alkalmas példány. Kipróbáltam a COD Mobile-t, ezzel amúgy eléggé szépen boldogult, egy-kettő freget sikerült is szerezni, bár nem valami kényelmes így irányítani. Másodiknak megnéztem az Asphalt 9-et, ez is meglehetősen szépen futott, és mivel ez kevésbé igényel precíz mozdulatokat félautomata módban, így itt még azt is merem mondani, hogy amennyiben kis ideig kell várakozz valahol, arra még élvezhető is tud lenni. Próbáltam rajta még az új Diablót, na most ez a játék ezen az eszközön több sebből vérzik. Egy az, hogy nem tudom kényelmesen irányítani a karaktert, mert a gombok túl kicsik az ujjam meg túl nagy, de a teljesítménye is nagyon kevés hozzá, így játszhatatlan FPS értékeket kaptunk. An outsider.
Összességében ez a telefon jó pofa, de elsődleges telefonnak én személy szerint nem tudom elképzelni a méretéből adódóan. Amennyiben elcsíptek egy nagyobb akciót, akkor másodlagos telefonnak, amivel lehet kirándulni, buliba menni, koncerten tombolni, arra tökéletes opció lehet, mert majdhogy nem nincs olyan zseb, amiben ne férne el. Link a leírásban. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, ha igen, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, és hagyj egy kommentet, hogy mi a véleményed erről a telefonról. Devon voltam. Sziasztok!